Az új klubot, amely polgári társulásként működik, Horváth Zoltán alpolgármester, az SK Talent részéről Brunswick Tünde, míg az SG DAC képviseletében Németh Jolán alapította meg. A városi képviselőtestület arról határozott, hogy Dunaszerdahely városa jogi személyként csatlakozik. Az új klub felnőtt női csapata már megkezdte szereplését a második ligában. Az elmúlt években, évtizedekben sok ember dolgozott sikeresen a kézilabdáért. Próbáljuk valamilyen szinten a két utánpótlás bázist egy klubba terelni, és egy olyan alternatívát mutatni a Szerdahelyen kézilabdázó lányoknak a női csapat megalakulásával, hogy van folytatás a középiskola elvégzése után is. Az a cél, hogy legyen egy sikeres kézilabda klub, egy sikeres női vonal a két utánpótlás bázis gyerekeivel, és minél több gyerek kezdjen el sportolni, minél több gyerek kezdjen el kézilabdázni, és azt mondhatnám, hogy érvényes kell, hogy legyen ez a többi sportágra is. A csallóközi kézilabdának nagy lendületet adhat, hogy Dunaszerdahely 2017-től regionális kézilabda központ lesz, így állami támogatással is számolhat majd. A Dunai régió az Dunaszerdahely központú lesz. Ez a régió Párkánytól egészen Légig húzódik, felüleli az olyan sikeres klubokat, mint Aranyos, Naszvad, Ímej, Gúta, Nyáras, Nagymegyer és egészen Légig, és elindul egy olyan munka, amit metodikailag a szövetség fog irányítani. Anyagi hozzájárulást is a szövetség ad ehhez a munkához. Én úgy gondolom, hogy ez olyan lehetőség, amit Dunaszerdahelynek fel kell vállalni, amire Dunaszerdahely képes, és amit a Dunaszerdahely meg is fog csinálni. Az U9-es csapat edzésén vagyunk a Szabó Gyula alapiskolában. Az új kézilabda klubban jelenleg 8 korosztállyal foglalkoznak, az óvisoktól kezdve a felnőttekig bezárólag. Jelen pillanatban elsősorban még SK talentos lányok képezik a női csapatot, ugyanis még a sportgimnáziumnak fiatal játékosai vannak, aztán van annak az ifistakorú játékosaink, ahol már van pár sportgimnáziumos kislány is, és a U14-től lefele pedig már vegyítettük a csapatot. Nem lesz az a rivalizálás, ami megvolt, akár hogyha itthon játszottunk mérkőzéseket a két klubba, azért most már mindenki egyért a Dunaszerdahelyért fog küzdeni, nem a talent vagy a sportgimnázium klubért, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és szerintem a szülők is már várták ezt a lépést. Az új kézilabdaklub Németh Jolán tapasztalataira is épít majd, aki a 70-es, 80-as évek nyárasdi sikercsapatának tagja volt. A csalló közben nagyon népszerű a kézilabda, tehát nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik. Tényleg voltunk már a legmagasabb csúcsokon is, 20-30 éve. A mai Győrnek a magasságában játszott a nyárasdi csapat, aminek ugye én is tagja voltam, és ez akkor nagyon fölhozta a csallóközi kézilabdát, tehát az Aranyost, a Dunaszerdahelyt, a Naszvad, akkor alakultak ezek a csapatok, és hát ezek a bázisok a mai napig megvannak, ezek a nevelő egyesületek. Azok, akik most már nagymamák, azoknak a gyerekeik, kislányaik kézilabdáznak, fiaik, úgyhogy én nagyon nagy potenciált látok ebben. Én biztos veszem, hogy pár éven belül följuthatunk ugyanoda. A női csapat jól szerepel a második ligában, hiszen az alapszakasz során eddig 5 győzelmet és 1 vereséget könyvelhetett el.